Sziasztok, hogyha velem tartotok, akkor ebben a videóban megnézzük Münchent, és például a BMW múzeumot, ahol van egy olyan roadster, amit 1930-ban gyártottak, tehát az egyik első a világon. Megnézzük Bajorország második legnagyobb sörfesztiválját is, München mellett Erdingben. Ez tulajdonképpen az Oktoberfestnek a kis testvére. És szintén itt Erdingben található Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexuma. Itt van 26 csúszda, 26 medence, én nem is sorolom, inkább nézzetek meg. A hajnal indulásnál még nem úgy tűnt, hogy nagy strandidőben lesz részem, szakadó esőben szállt fel a gép Ferihegyről, de aztán ismét kiderült, hogy igaz a tétel, a felhők felett mindig süt a nap. Ez adott némi reményt a továbbiakra, na meg persze a reggeli melléjáró kávé. A Lufthansa járatainak kifejezett előnye, hogy van hely bőven a lábnak, ami főként hosszabb távon nagyon fontos, és az is jó, hogy már minden gépen van wifi. Na meg az sem utolsó szempont, hogy a csomagoknak is van hely bőven, nagyobb kézifogyászt is simán fel tudok vinni a fedélzetre. A müncheni repülőtér Európa egyetlen 5 csillagos reptere, ebből annyit szerintem elsőre mindenki érzékel, hogy könnyű eligazodni, és a sok utas ellenére nincs tumultus. München a sörfővárosa és az Oktoberfest otthona, így aztán egyáltalán nem meglepő, hogy a reptérnek saját sörfőzdéje is van. Igaz, ez inkább egy látványsörfőzde rézüstökkel, a sörgyártást leíró ábrákkal, valamint a müncheni reptér történelmét bemutató fotókkal, de akinek hosszabban kell várakoznia, az biztos szívesebben tölti az idejét ilyen környezetben. Nekem várakozni nem kellett, de második reggeli vagy előebéd gyanánt azért stílszerűen egy bajor kolbászt benyomtam, természetesen helyi bajor sör kíséretében, és ezután indulhatott a város felfedezése. München tömegközlekedése fejlett, a várost U-bánok és S-bánok szelik át, ha az U-bánt vesztük metrónak, akkor az S-bán a hív. A város főutcája a Stachus szökőkúttól indul, és nagyjából a főtérben, a Marienplatzban végződik. A Marienplatz már csak nem 1000 éve München főtere, valamikori piactere. A tér legfontosabb épülete a városháza, aminek homlokzata közel 100 méter hosszú, 85 méter magas tornyában pedig minden nap 11 és 12 órakor, nyáron délután 5-kor is felcsendül egy 43 harangból álló harangjáték. München a II. Világháború után szinte poraiból épült újjá, talán ezért elég vegyes a városkép, és ezért nehéz kiigazodni az építészeti stílusok között. A Max József tér 4 oldalát például homlokegyenest eltérő stílusú épületek határolják, itt még a német hanzavárosokat jellemző épületeket látunk, majd jön a Töring-Jettenbach nevet viselő velencei stílusú lodzsáspalota, azután a Német Nemzeti Színház klasszikus stílusban épült épülete, végül az egykori bajor hercegek reneszánsz palotája, a Münchner Residenz zárja a teret. De ugyanilyen érdekes a szomszédos Odeonsplatz is a debreceni nagytemplom itteni párjával, szomszédjában ezzel a firenzei mintára épült hatalmas lodzsával, és van még itt egy diadalív is, aminek a tetejét római katonák szobrai díszítik. München belvárosát talán még egy picit jellegtelennek is lehet nevezni, de hát nem is csoda, hiszen az egészet lebombázták és újjá kellett építeni. Ahol most vagyok, ez a hatalmas sétáló utca, pont olyan, mint bármelyik európai nagyvárosban. Ami viszont nagyon tetszik, hogy még férfi szemmel is feltűnő nagyon sok a virág. Tehát nagyon, nagyon jól néznek ki, kifejezetten mutatósak ezek a kis virágszigetek itt mindenfelé. Ahol pedig sok virág van, ott az állatok is jól megférnek. Természetesen a nagy divatmárkák üzletei is mind megtalálhatók a főutcán, ami viszont érdekesség, hogy ilyenkor szeptember tájékán szinte az összes kirakatban az Oktoberfest tipikus női és férfi viseletei virítanak. Őrzik tehát a hagyományt, ettől függetlenül München igazi multikultiváros, mi sem jelzi ezt jobban, mint az, hogy a McDonald's felirat 3 féle írásmódban is fel van a bejáratnál tüntetve. Aki nem a gyors étkezés híve, az is talál éttermet a belvárosban bőven, én a Psor nevű helyet választottam, ahol szintén autentikus bajor ruházatot visel a személyzet. A kolbász után gondoltam, kipróbálom, mit értenek errefelé gulyáson, hát a mi értelmezésünkben ez inkább pörkölt, viszont a bajorsörrel együtt szuper volt.
München egyik fő látványossága a BMW gyár közvetlen közelében található BMW Múzeum, aminek a gombaformájú ezüstös épületét megpillantva szerintem mindenkinek átértékelődik egy picit a fejében az, amit a múzeumokról eddig gondolt. A BMW márka jellegzetes kékfehér emblémája állítólag egy repülő propellerét ábrázolja, mert hogy kezdetben a BMW repülőket gyártott, és csak 1930 körül jöttek ki az első motorkerékpárokkal. Ennek megfelelően a kiállítás első részében a motorok történetével ismerkedhetünk. Ahogy kívül, úgy belül is magával ragadó a dizájn, olyan az ember érzése, mintha a kiállított darabok jelentenék csak a múltat, a dizájn abszolút a jövőbe mutat. Az épület többszintes, de főként a sok üveg miatt teljesen átlátható. A motorok után áttérünk az autókra, és szépen végignézhetjük a modelleket a 30-as évektől egészen napjainkig. Fentről lefelé visz egyébként az út, és érdekes, hogy a földszint végig látszik a túra során, mintha csak éreztetni akarná velünk az épület, hogy ott jön majd a nagy dobás. És valóban, több nagyság között itt megtaláljuk például James Bond emlékezetes Z3-asát 1995-ből, de természetesen szerintem az egyáltalán nem véletlen, hogy a legnagyobb érdeklődés az 30-as és a 34-es modell körül van mindig, ez itt a 34-es mögöttem, ez a sárga kék, és az pedig a 30-as. Gyönyörűek. A két oldtimer BMW Roadster tekinthető tehát az egyébként már szintén múzeumi darabnak számító James Bond autó elődjének. Nagy becsben is tartják őket, mint ahogy az összes többi autót is. Most pedig vissza a központi pályaudvarra, innen indul ugyanis az S-bán a közeli Erdingbe, ahol a következő napot töltöm majd. Erding vizes város, az állomás melletti kék szoborról annak is egyértelmű lesz, aki esetleg megérkezve erről nem tudott. Maga a település mezőgazdasági területen fekszik, ez a kukorica tábla háttérben az emeletes házzal teljesen jól leírja a várost. Már erősen közeledett az este, így a meglehetősen aktív nap után elfoglaltam az alapszintű, de pihenésre teljesen alkalmas hotelszobámat. Mivel pár kilométerre vagyunk csak a Müncheni reptértől, a hotel reptéri hotelnek számít, a reggeliző helység dizájnjában ez abszolút megjelenik. Nem találtam benne semmi kivetnivalót, mint ahogy a reggeliben sem, a zöldséges sajtos omlet pedig egyenesen pazar volt. Reggeli után egyből célba vettem az Európa legnagyobb termál fürdőjeként emlegetett erdélyi fürdőt, ami így néz ki távolról egy répa mezővel az előtérben, ez pedig a háromszintes parkolóház és a főbejárat. A fürdő nagyjából 15 hektáron terül el, és akár 5000 embert is képes egyszerre fogadni. A hasonló helyek legriasztóbb tulajdonsága szerintem a tömegnyomor. Ezen a napon itt nem volt teltház, ám a parkoló szinte tele volt, mégsem volt érezhető sehol zsúfoltság, bőven volt szabad napozóágy is. Ami még tetszett, az a karakteres, egységes, nagyon beach design. A fürdő a csúszdái miatt is világhírű, csaknem 3 km hosszban lehet csúszkálni, körülbelül 30 csúszdán.
Ami még fontos, hogy a legkisebbeknek is nagyon ötletes és vidám medencéket hoztak össze. Fedecsarnokból több is van, és mindegyik hatalmas, az egzotikus trópusi hangulat mindenhol alap, sőt, még a pálmafa fajtákkal is megismerkedhetünk. A hullámmedencés csarnok, aminek a tetején nyáron nyitott, attól is különleges, hogy kapcsolódik hozzá egy hajót mintázó hotel is. A fürdő fedett csúszdaparkjáról, a Galaxiról szerintem mindent elmond, hogy szemmel képtelen voltam kibogozni az itt található csúszdarengeteget. Aki meri, itt a szabadesést is kipróbálhatja, és rámehetünk a leggyorsabb idő megdöntésére is, és persze a sebességgel még csak ismerkedő, óvatosabb duhajoknak is van megfelelő csúszda. A Vitáloázis, ahogy a nevében is benne van, egy hatalmas oázis, termálvizes medencével és 36 fokos vízzel. Benne a kék barlang némi túlzással szinte olyan, mint Capri szigetén, de van sodrófolyosó, egy csomó beépített jacuzzi szék, és még vízi minibár is. Ez tényleg szédítő. Enni-inni pedig természetesen a parton is lehet, és a kolbász itt is alap. Ez a mosolygós helyi pár pedig már az erdélyi sörfesztiválra tart. Ahogy a pár a buszon, a fesztiválon is gyakorlatilag mindenki hagyományos bajor viseletben feszít, a lányokon gindli, a fiúkon pedig bőrnadrág. Az erdélyi fesztivál nagyjából 3 héten át tart, időben picit megelőzi az Oktoberfestet, méretében pedig jóval kisebb annál, de kezdő sörfesztiválosoknak itt is eláll majd a lélegzetük az étel és sörmennyiségek láttán. Amikor pedig már mindenki megette a csülköt és megivott 2-3 korsó sört, a hatalmas sátrakban indul a tánc, gyakran az asztalon. Ez a korsó most jó indulattal félig van, és láttam olyat, aki egybe megitta itt az egész korsót. Most megpróbálkozom, legalább ennek a fél korsónak a felét egyben meginni. Most sikerült, nagyon büszke leszek magam. Ez azért elég nagy vállalkozás, rupoljatok. Ő már megitta. Na, hát egy 5-ből csak sikerült. A buli természetesen kint is megy nagyjából éjfélig, és aztán ez megy minden nap nagyjából 3 héten át. A következő részben ezzel a lakóautóval az Oktoberfestnek is nekivágok, és akkor már talán a sörivós kihívás is jobban megy majd. Tartsatok velem, és szorítsatok akkor is. A videómat támogatta a Német Turisztikai Hivatal és a Lufthansa. A ruhákért pedig köszönet a Gas Jeansnek.